Körfűrésze. Hát én készítettem. Kimegyek valami eseményre, de hát én úgy vagyok, ez egy versenybringa ülés, látod? Be tudom állítani, le tudom, akárhonnan süt a nap. Tehát, ja, és a full Tony. És még van rajta kis reflektor, hogy éjjel hazatalálj, és mutatnék valami különlegeset. De annyira különleges, hogy a világon egyetlen egy most fogsz látni, ami fejlesztés alatt van. A világ egyetlen olyan sígépe. Sígép. Itt van azonnal. Persze fejlesztés alatt, hogy beállítom a magasságát, ide jön föl a két síléc, és ez egy körpályán fordul el, de közben ez bebillen. Ez szőljön, és bebillen. Tehát ugyanazt a mozgást, mint amikor sielsz, és jössz le a sípályán. Ugyanazt. És annak mondom az értelme, hanem az, hogy mielőtt kifizetni 100 000 forintot egy egyhetes programra Ausztriába vagy Franciaországba, akkor igenis előtte egy hónapon keresztül minden iskolában ilyen szeretnék, hogy a gyerekek a legvalósághűbb lesiklást tudják gyakorolni, mert olyan izomkötegeket mozgat meg a sízés, amit egészében nem használunk. Tehát ezt fejlesztem, ez egy marójé, és ezzel próbálom biztonságba helyezni a kezemet. Ez mindenféleképpen. Azért, hogy de most áramtalanítva van, tehát amikor én ezt ráteszem, ráengedem, és ott megy át az anyag. Le van ülve. Az egész, hogy a drótokat aztán kell. Ezt ide rá kell tenni. Nincs vele, ragyogó a fű. Nem nyitott, vagy nem zártad el. Minden. Egy. És egy perc múlva egy ilyen jön ki. Kopondalóban három ilyen másfél óráig ég, és 28 fokon a lakásomba télen. Hogy lássák, hogy egy kulcstartót, hogy bármi. 10 darabot csináltam belőle. Elkezdtem, és a gyerekek folytatták. Szétszették a... Alapjában véve 2 darabnak kéne belőlük lenni. Nem baj, de az ön is. Jó, itt az mindenki elfér.